Jövő év elejétől már nem csak személyhez, azaz orvoshoz, hanem területhez is köti a praxis jogot a változást hozó 2011-es kormányrendelet. A gyermek, ifjúsági, iskola elveszíti a praxis jogát január 1-ével. És ez nagyon nagy probléma, mert tulajdonképpen a praxis jog az egy vagyoni jog és ezt feltétlen kellene, hogy térítésbe, illetve ezt anyagilag fedezzék, meg többen megvették a praxisokat, és az a pénz eltűnt, mert nem vagyoni jognak számít. A praxis joggal kapcsolatban, mivel hogy az iskolák azok. Szintén az önkormányzatnak a területei, viszont az országos alapellátási intézet, illetve a tisztifőorvosi eh, hivatal, eh, nem tudja hova tenni ezt a eh, jogértelmezést. Tehát ezen múl, múlna az, hogy megkapják a praxis jogot. A jogbizonytalanságot okozó értelmezési kérdéssel kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozata hónapok óta folytat tárgyalásokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, valamint az Országos Alapellátó Intézettel is, azonban érdemi választ még nem kapott a kamara. Mi az Orvosi Kamara már több ízbe az államtitkár úr felé jeleztük ezt, de sajnos a mai napig nem, nem oldódott meg a probléma. És szeretnénk, hogy Magyarországon a jól bevált gyerekfogászat, illetve iskolafogászat továbbra is működne. A változás mintegy 380 fogorvost érinthet, egy-egy szakember pedig akár milliós nagyságrendű vagyont veszíthet el januártól.